kiválóan megy a játék Alexidzének a balatonpartiak ellen, egyszer mint biztosan nem lesz közönségkedvenc Siófokon, mert a legutóbbi sorrendben már a harmadik olyan bajnoki volt, amelyet az ő gólja döntött el. Először a képen látható, majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtti, tavaly augusztus 8-i bajnokin volt Alexidze a döntő tényező, amikor fejesből volt eredményes. Na nézzük a szabadrugást, Völgyi! Jól jön középre, Alexidze, szép gól! Majd tavasszal a 17. fordulóban is neki köszönhették a zöldfehérek a 3 pontot. Legutóbb pedig most, a 4. játéknapon a 26. percben volt higgadt a csatár. Kis túlzással akár úgy is mondhatnánk, Alexidze Siófok 3-0. Ami viszont tény, hogy az újabb győzelemnek köszönhetően az Eto továbbra is hibátlan mérleggel, 4-ből 4-es mutatóval áll a bajnokságban. Ugyanezt egyelőre két csapat mondhatja el magáról, a Debrecen és az újonc Pécs. Igaz, mindkettőnek jobb a gólaránya, mint Csertői tanítványainak, így jelenleg megelőzik a zöldfehéreket a tabellán. Az Eto utoljára a 2002-2003-as szezonban kezdte ilyen jól a hazai pontvadászatot. Ha hétvégén is megnyerik a soros, papíron kötelező győzelemnek számító Vasas elleni összecsapásukat, akkor új statisztika után kell néznünk, de ez legyen a legnagyobb bajunk.